Az MLS budapesti igazgatósága igazán méltó környezetben, az újbudai Sportmax csarnokban rendezte meg jubileumi 10. utánpótlás terembajnokságának döntőit. 80 csapat jelentkezését tudtuk elfogadni. Ez azt jelenti, hogy több mint 800 játékos tudott részt venni ezen a sorozaton, és úgy gondolom, hogy ez a téli időszakban egy fantasztikus dolog, hogy tudnak játszani a gyerekek, és meg tudják magukat méretni, nem csak a Bozsik programokban, hanem esetleg egy ilyen tornán is, mint a miénk, ez a BLS téli teremlabdarúgó torna. A 4 csapatos döntőket 5 korosztályban rendezték meg. Az U11-eseknél a Mészői Foti Suli hiába győzött a Csepeli Halászi Ese ellen, azonos pontszámmal csak második lett a Pest-Szent-Lőrinci Gloriette-se mögött. Keményen, határozottan, de nem durván. Mivel a szervezők Pest és Heves megyei csapatok nevezését is elfogadták a selejtezőkre, a 60-iak élve a lehetőséggel a döntőbe is bejutottak az U12-es korosztályba. Igazából túlságosan messze nem vagyunk. Örülünk, hogy részt vehettünk ezen a színvonalas tornán. Ebben a korcsoportban büntetőrúgások döntöttek az elsőségről, amit a Csepel FC szerzett meg, az egy ifjú hölgyet is csatasorba állító 3. kerületi DVE ellen. Szerintem nagyon jó volt, és a fiúkkal elég kemény játszani, a lányoknál könnyebb, de legalább edződök. Az U13-asoknál az Energia FC Csepel lett a végső győztes, pedig az első mérkőzésén még kikapott a Gloriette-től. Vannak csapatok, akik tényleg nem is járnak sehova se, csak edzenek, vagy még az se. Mi nekünk van egy nagyon jó edzősátrunk, amiben tudunk edzeni, és így meg a szezonokra fel tudunk készülni. A Gloriette mégiscsak a 4. helyen végzett, ezután azonban az U9-esek és az U10-esek vetélkedését is megnyerte. Összességében így a Pest-Szent-Lőrinci Egyesület lett a teremtorna legeredményesebb csapata. Ilyenkor lehet látni azt, hogy a kis egyesületeknél sok ügyes gyerek van, bizony jól dolgoznak. A gyermeklabdarúgásnak gyakorlatilag éppen az a lényege, hogy a környezetében, ahova ő születik, ahol iskolába jár, az mellett találja meg azt a lehetőséget, ahol ő tud futballozni, és megfelelő képzést, képesítést kapja meg, azért, hogy ő minél jobb futballista legyen, tehát mindenkinek meg kell találnia az iskolát, az iskola után az egyesületet, és az egyesület majd szépen, amikor abban a korban érik, megfelelő képzést kapva, el fog jutni a nagy egyesületek felé. A szervezők által kiosztott jutalmak, érmek, sportkönyvek biztosan segítenek ebben.